Balaton, buli, szilveszter, ilyenek. Ezért látogattak el sokan az év utolsó napján a keszthelyi főtérre. Stábuk tapasztalatai szerint sokan távolabbi településekről utaztak ide, hogy Keszthelyen búcsúztassák az új évet és köszöntsék az újat. Itt nyaralok Keszthelyen, és nagyon jól érzem magam. Nagyon jó a hangulat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy most szilveszterkor itt ünnepelhetem az új évet, és remélem, hogy nagyon sok szépet, jót hoz majd a 2020-as év nekem. Természetesen szilveszterkor is üzemelt az óriás kerék. A 21 méter magas attrakciót ezúttal is sokan próbálták ki. Itt még külföldi vendégekkel is lehetett találkozni. This city is really wonderful. Ez a város igazán csodálatos, mondja ez az indiai férfi. Úgy véli, hogy az itteni embereket, a kultúrát és az élményt, amit itt tapasztal, minden indiainak át kell élnie, ezért mindenkinek ajánlja, hogy jöjjön el ebbe a vendégszerető országba. A színpadnál bulizenekar és DJ szórakoztatta a közönséget, de fellépett Tabáni István és Heinz Gábor Biga is. Népszerű slágerekre és retro dallamokra táncolhattak a résztvevők. A vendéglátósoknál kellendőek voltak a meleg italok és ételek. Az időjárás ugyanakkor kedvező volt, az enyhe szél mellett éjfélkor is fagypont körüli, feletti volt a hőmérséklet. Nem volt hiány a szilveszteri kiegészítőkben sem. A szalagok és konfettik mellett sokan különböző villogó kiegészítőket és jelmezeket öltöttek magukra. Boldog új évet! Ma pezsgünk nincsen már, nem tudom, nekem nem mondok semmit. Pontosan éjfél után startolt a tűzijáték. Amint egy 7 perces attrakciót sokan figyelték és örökítették meg, a különböző színű és formájú effektek nem maradtak abba később sem. A legtöbben a központi tűzijáték után lőtték a magasba saját rakétáikat vagy telepeiket. Sokan pozitívan tekintenek a 2020-as év felé, és sok jót várnak és kívánnak másoknak is. Nagyon sok szeretetet, boldogságot, egészséget, békességet az egész világnak, mindenkinek. Az óriás kerék és az adventi vásár január 5-éig vasárnapig várja még az érdeklődőket Keszthelyen.